Három óvoda, öt kicsiny, de lelkes csapata, a Tóvárosi, a Ligetsori és az Ibli látogatott el az első István kupára, hogy játékos vetélkedéssel döntsék el, kik a legügyesebbek. A gyerekek nagyon szeretik a kézműves foglalkozásokat is, de amikor megmozdulhatnak és részesei lehetnek egy nagy tornateremnek, illetve abban, hogy ott játékos foglalkozások történnek, akkor szívvel lélekkel csatlakoznak ezekhez a foglalkozásokhoz. És azt gondoltuk, hogy itt a környező óvodákban, a Palotaváros környező óvodáiban meghirdetjük ezeket a játékos foglalkozásokat. Ma még fontos, hogy a tornazsák a megfelelő helyre kerüljön otthon. Marcsi néni segített ebben is. Mondta a Marcsi néni, hogy majd vigyük haza a tornazsákunkat, hazavittük, de aztán annyira készültünk, hogy nem aludtunk eleget, mert voltunk egyszer, főleg tegnap vagy tegnap előtt, nem emlékszem, és ennyi. A töpörtyűk és a cseperedők viszont mosollyal és mindenek felett önfelett játékkal hálálták meg és pótolták hiányosságaikat. Nekünk is mondta a Marcsi néni, hogy vigyük haza a tornazsákot. Anya hazavitte, és akkor most felöltöztünk, és megtanultam még a gyorsaságot is, közben még fütyülni is megtanultam, többet nem tudok. Az István Király Általános Iskola hagyományteremtő rendezvényén csodapillanatokat szereztek nekünk. És nem különben nagymamáiknak, nagypapáiknak, és persze szüleiknek is.